Meghalt Grosics Gyula, az aranycsapat legendás kapusa tagja volt az 1952-es olimpia bajnok csapatának, és két évvel később a világbajnoki ezüstérmes magyar válogatottnak is. 6 éve volt súlyos tüdőbeteg, a nemzet sportolója 88 évet élt. A legendás 6-3 40. évfordulójára kiadott emléklap Puskás Ferenc aláírásával. A száguldó őrnagy mögött ott a fekete párduc, azaz Grosics Gyula, minden idők egyik legjobb kapusa. A legendás sportolót éjjel álmában érte a halál. Hosszú betegség után hunyt el. Sok gondja volt szegénynek, nagyon sok gondja volt. Már akkor is állandóan a gyomrára panaszkodott. Mindig egy feles megívott, ráívott egy sört, és úgy akkor rendbe jött neki. A volt játékostárs azt is mondta, hogy Grosics kifutásai párját ritkították, és a gyorsasága is legendás volt. Az aranycsapat két élő legendáját 2011-ben választották a nemzet sportolói közé. Grosics Gyula meghatottan köszönte meg az elismerést. Én nagyon szerencsés embernek tartottam, és tartom magam ma is, hogy tagja lehettem egy olyan labdarúgó csapatnak, amely a maga idejében a világ legjobb labdarúgó csapata volt. Grosics Gyula 1943-tól 62-ig összesen 394 NB1-es mérkőzést játszott, a válogatottban pedig 86-szor védett. Tagja volt az 1952-es olimpiai bajnok csapatnak épp úgy, mint a két évvel későbbi VB ezüstérmesnek. Ő állt a kapuban az angolok elleni 6-3-as diadalnál is. Az évszázad mérkőzésére félve utaztak, bár erre ma már kevesen emlékeznek. Grosics Gyula 3 évvel ezelőtt mesélte el, hogy pár nappal az angliai utazás előtt csak egy unalmas egy-egyet játszottak itthon a svédekkel, amit a közönség nehezen viselt. Gyertek inkább Soroksára játszani, ne Londonba. Meg ehhez hasonló gúnyos megjegyzések, mert hogy, mint mondottam, gyengécskén játszottunk, és az eredmény szerencsésen alakult a javunkra, mert az utolsó percekben az öcsi 11-esből egyenlítette. Ezután jött a nagyszerű játék és a 6-3-os győzelem Londonban. Aztán elhúzta le, de felévelni most a labdát, Grosics azonban újra, gyönyörűen húzta le a labdát. Ez pedig az egyik utolsó fényképe. A fotós szerint fáradt volt, de jókedvű. Grosics Gyula most követte a sokat emlegetett, de nem létező égi focipályákra a régi barátot és társat, Puskás Ferencet, akire 2005-ben így emlékezett. Mi tulajdonképpen évtizedeken keresztül úgy éltünk, hogy szinte testvérekké váltunk ezek alatt, az évtizedek alatt. Nehéz elviselni. Szóval ismét megint megbizonyosodtam róla, hogy annak rossz, aki marad. Most már csak Buzánszky Jenő él a legendás aranycsapatból. Ő éppen Németországba utazott, amikor megtudta a hírt. Teljesen letaglózott, szóhoz is nehezen jutok. Borzasztó, hogy már csak én maradtam az aranycsapatból.